A kórházak adósságállományáról fogunk beszélgetni a következő percekben, de azt ígérem önöknek, hogy nem csak intézmény nevek, meg milliárdok fognak röpködni, hanem elmagyarázzuk azt, hogy emiatt a magas adósságállomány miatt miért fordulhat elő, hogy műtétek is elmaradnak, ami már nyilván mindannyiunkat hát elég komolyan érint. Mutatunk pár számot, és először is azt, hogy miért beszélünk arról, hogy ez most rekord magas lett ez az adósságállomány, mert hogy a kórházak adósságállománya egyetemi klinikákkal együtt meghaladja a 108 milliárd forintot. Ezen belül az egyetemi klinikák tartozását láthatják, amelyeken belül is elég nagy a szórás. Zárójelben az elmúlt havi, ezek szeptemberi adatok, az elmúlt havi növekmény látható, és például ugye Debrecen majdnem elérje a 10 milliárd forintot, miközben a Semmelweis Egyetem 1,1 milliárdnál tart, látható a pécsi, illetve a szegedi adat is. Emellé még annyit érdemes hozzátenni, hogy míg mondjuk szeptemberben 295 volt az adós intézmények száma, a 30 nap alatti tartozása ebből csupán 81 intézménynek volt, a többi már egy hónapot meghaladó tartozással bírta beszállítók felé, és hát nyilván elérte az inger küszöbét ez a probléma az egészségügyi államtitkárságnak. Kérdés az, hogy mi lehet a megoldás, mert hogy nem először beszélgetünk már Ráski Lászlóval, az Orvostechnikai Szövetség főtitkárával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Erről a problémáról, bár ez a 108 milliárd, ez tényleg rekord, ilyen még nem volt. Mielőtt a megoldásokra rátérünk, egy kicsit magyarázzuk el a nézőknek, hogy miért mondják önök is azt, hogy ez már azzal jár, hogy sok műtét is elmaradhat. Ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy a magyarországi kórházak eszközellátása az többnyire importból történik, ezért nyilvánvalóan azok a beszállítók, akik közvetlenül a kórházakat látják el ezekkel az eszközökkel, nekik is be kell szerezniük ezeket az eszközöket. Na most abban az esetben, és most jelen pillanatban itt tartunk, hogy bizonyos intézmények jó néhány beszállítónak idén még egyáltalán nem fizettek, nyilvánvalóan az azt is jelenti, hogy a másik oldalon viszont a gyártóknak, a gyártók felé teljesíteni kell a kifizetéseket. Na most egyre több külföldi gyártó egyébként értetlenül áll a helyzet előtt. Engem is több magyar cég keres, hogy magyarázzuk már el, hogy egyébként próbálják meg elmondani röviden, hogy mi történik Magyarországon, mert egészen egyszerűen ez mondjuk nyugat-európai vagy amerikai fejjel egészen egyszerűen nem érthető, hogy amikor az államnak van ellátási felelőssége, hiszen állami fenntartásban vannak az intézmények, akkor hogy nem lehet, vagy miért nem fizetik ki a beszállított áruk ellenértékét. Na most, ha egy gyártó azt mondja, hogy most pedig fizetsz, vagy nem adok eszközt, akkor ez nyilvánvalóan le fog csapódni a magyarországi helyzetben is, vagy a helyzeten is, és le fog csapódni a betegellátáson is, mert egészen egyszerűen lesznek olyan magyar cégek, akik nem lesznek képesek a szerződésben foglalt eszközöket leszállítani. Mik azok, amik tipikusan ilyen eszközök, amik nagyon hiányozhatnak, és amikor ezt megkérdezik, akkor mit szokott mondani, hogy van az, hogy egy állam nem fizet? Megpróbáljuk elmagyarázni azt, hogy milyen a magyar egészségügy finanszírozási helyzet, honnan ered egyébként, körülbelül 30, illetve 20 éves szabályozókkal működik ez a terület, tehát nem véletlen egyébként, hogy az államtitkárság vagy az egészségirányítás is azért egy elég komoly reformon vagy utánkövetésen gondolkozik, és hát ezt kell elmagyarázni, hogy melyek azok a folyamatok, amik idáig vezetnek. Nem egyszerű, mondom, mert azért az általános gazdasági szemlélet egyébként nem csak külföldön, hanem Magyarországon az üzleti életben az is, hogy megrendelem, leszállítom, igen. Jó a termék, kifizettem. Mi hiányzik? Milyen eszköz hiányzik tipikusan, és honnan tudjuk, hogy emiatt milyen műtétek maradnak el? Az eszközkörök azok a legváltozatosabbak lehetnek. Ugye azért egy normál műtéthez, vagy egy általános, mondjuk egy előre tervezhető műtéthez is sok esetben több tucat eszközt kell előkészíteni az egészségügyi szakszemélyzetnek, az asszisztenciának, de vannak olyan mondjuk traumatikus beavatkozások, amikor a felhasznált műtéti eszközök száma több száz. Most el lehet képzelni, hogyha valahol hiány keletkezik, és ezt nem mindig lehet előre tervezni, nyilván más
különböző kórházakban más-más lehet a helyzet, egyes beszállítóknál más-más lehet a helyzet, de el lehet azt képzelni, hogyha mondjuk 2 tucat eszközből 3 hiányzik, akkor egészen egyszerűen le kell mondani a műtétet. Most még ott tartunk, és ebben egyébként vitánk is van az Országos Kórházi Főigazgatósággal. Az okfő azt mondja, hogy ez nem látszik, tehát az adóssághelyzetnek nincs kivetülése a betegellátásra, tehát van elég eszköz. Mi azt mondjuk, hogy ugyan nem feltétlenül fogja megtudni a beteg vagy a hozzátartozó, hogy az ő műtétje elmarad, de azért egyre gyakrabban hallunk olyanról, hogy előre tervezett időpontra tervezett műtétet időpontra érkező beteget egészen egyszerűen elküld a kórház, és általában nyilván nem szokták indokolni. És valószínűleg ez állhatott a háttérben. És az egyik ok ez lehet, igen. Ugye Takács Péter azt mondta, hogy hát kapcsolatban vannak a pénzügyminisztériummal, mert igenis a keletkező kiadások egy része ez abból van meg az adósság, hogy bizonyos védőeszközök fertőtlenítőszerek ára az megugrott, és ezt nem követi az, amit az állam ezek után fizetne, ha egyáltalán fizetne. Ez a probléma egyik fele, mi a másik, hogyha önök szerint azért ez nem ilyen egyszerű? A másik fel az energiaárnövekedés, ami az idei évben jelentkezett az intézményeknél, illetve van egy olyan tétel, amiről egyébként szintén beszélt a közelmúltban ezen a szakmai konferencián az egészségügyi államtitkár, hogy vannak olyan bérelemek, mert ugye elég jelentős bérnövekedés történt az elmúlt időszakban az egészségügyben, és ez nagyon rendjén való is, sőt a szakdolgozói fizetés emelések még hátra is vannak, de vannak olyan elemek, mint például a jubileumi jutalmak, amelyekre nem kapják meg a kórházak ezt a szükséges fedezetet. Az államtitkár beszámolója szerint ez éves szinten 20 milliárd forint ma Magyarországon, ez rendkívül nagy összeg. Tehát ha ez hiányzik, akkor valamitől el kell venni, és nyilvánvalóan az úgynevezett dologi kiadásból, tehát az eszközök szolgáltatások árából veszik el a kórházak. Ez egy beteg szempontjából annyira nem nyilvánvaló, hogy az ő műtétje egy jubileumi jutalom miatt maradjon el. Hát sarkítok, de ezt mondta. A betegnek ezt nem is kell tudnia, de egyébként így van. Az első évben, néhány évvel ezelőtt volt egy olyan év, amikor megkapták ezt az intézmények, azóta nem. Nyilvánvalóan erről is tárgyalhat az egészségirányítás a pénzügyminisztérium, hogy ezeket a teljesen nyilvánvaló és jogos tételeket, hogy a bért azt ki kell fizetni, tehát az nem vitás, hogy ezeket is visszapótolja. Lát egy olyan hozzáállás és szabályozásbeli változást a közeljövőben érkezni, amitől ez a 108 milliárd nem lesz, nem tudom, 110-120 még nagyobb rekordokat megdöntő összeg a jövőben? Két elem van, nagyon fontos, ami ezt csökkentheti. Az egyik, hogy bár a budapesti kórházak már idén július 1-től, de az összes többi intézmény jövő január 1-től a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság alá fognak tartozni üzemeltetési szempontból. Ehhez a KEF kap majd forrásokat, állítólag ez a jövő évben 90 milliárdos. Tehát gyakorlatilag az üzemeltetési költségek, energiaszámla, takarítás, egyebek javítás, karbantartás, ez elkerül a kórházaktól. A másik, ami az egészségügyi államtitkár állítása szerint 1,5-2 éves kifutású, tehát körülbelül akkor jelentkeznek majd az első pozitív eredmények. Ez az, hogy zajlik az a munkafolyamat, ami megpróbálja utolérni a gyógyítás valós költségeit. Tehát az... 1,5-2 év, és ezt egy gyártónak vagy egy beszállítónak, egy kis és középvállalkozásnak elmondja, hát nem fog tapsikolni az örömében nyilván. Nem szoktak tapsolni, amikor beszélek velük. Mi bízunk abban egyébként, hogy azért ez nem egyik pillanatra a másikra, tehát nem 1,5-2 év múlva jelentkezik majd ott helyben a megoldás, hanem szépen folyamatosan épül fel az a rendszer, amelynek során majd tényleg ezen az időtávon olyan szintre csökkenthetők az adósságok, ami kezelhetővé teszi ezt az állam számára is, illetve a beszállító cégek számára. Köszönjük szépen! Köszönöm!